Sziasztok! Október 28-án hétfőn egy sajtóközlemény formájában az Apple bejelentette az M4 csippel szerelt imac -eket. Ez a frissítés azért több lett, mint hogy új csipet kapott az iMac. Nézzük a részleteket. A készülékek formája nem változott, viszont változtak a színek. Ugyanúgy hét színben érhető el, de más lett az árnyalatuk. Az alap két Thunderbolt portos kivitel is rendelhető minden színben. Az új iMachez is színben passzoló billentyűzet, trackpad és egér jár, ami végre USB-C portot kapott. Az M3 csipet az M4 váltja. Az alapmodell 8 processzormagot magot kapott, 4 nagy teljesítményűt és 4 energiahatékony magot. 8 magos grafikus vezérlővel. Az erősebb verzió 10 magos CPU-t, ahol az energiahatékony magok száma kettővel nő, és 10 magos GPU-t kapott, végre búcsúzzunk a 8 GB-os memóriától, mert alapból 16 gb t kapunk, ami az alapmodell esetén 24, az erősebb modell esetén 32 GB-ig bővíthető. 100 GB per szekundumról 120 GB per szekundumra nőtt a memória sávszélessége. Az alaptárhely sajnos továbbra is csak 256 GB, ami 8 magos CPU esetén 1 TB-ig, 10 magos CPU esetén 2 TB-ig bővíthető. A kijelző nem változott, de az erősebb processzorral szerelt verzió kérhető nanotexturált üveggel is. Az előlapi kamera 12 megapixeles lett, támogatja a Center Stage funkciót és a Desk view ami felülnézetben mutatja, mi történik az asztalon. Továbbra is kettő vagy négy porttal tudjuk rendelni az iMac-et, a négyportos verziónál viszont már mind a négy port Thunderbolt port lett. Változott a külső kijelzők támogatása is, a kétportos verzió továbbra is csak egy külső kijelzőt támogat, 6K felbontásig 60 hz -en. a négyportos verzió viszont kettőt ugyanebből, vagy egy, 8K felbontásúd 120 Hz-es frissítéssel. És végül az ára. Nem változott. Továbbra is 650 ezer forinttól indul. Már lehet előrendelni, a boltokba november 8-án érkezik. Változott viszont a kiegészítők ára. A Magic Mouse 2000 forinttal, a fekete verziója 3000 forinttal lett drágább. A Magic Trackpad 3000 forinttal, a fekete verziója 10.000 forinttal lett drágább. A Touch ID nélküli Magic Keyboard 3000 forinttal, a Touch ID-val szerelt 8000 forinttal lett A Touch ID nélküli számbillentyűzetes Magic Keyboard ez még a második generációs, nem lekerekített sarkú is 3000 forinttal lett drágább. Ez még az USB-C csatlakozót sem kapta meg. A Touch ID is számbillentyűzetes Magic Keyboard, 14000 forinttal lett drágább, ugyanennek a fekete verziója pedig 17000 forinttal. Ez azért elég brutális. Összegezzünk. Nem lett egy egetrengető frissítés, de sokkal több minden változott, mint amire számítottunk jó helyen nyújtak hozzá a hardverhez, gondolok itt a 16 GB-os alapmemóriára, a több monitoros támogatásra, vagy a végre USB-C-s kiegészítőkre. Az csak habat ortán, hogy az ára sem változott. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és találkozunk legközelebb, hiszen a héten érkezik még más új Apple termék is. Addig is! Ciao!